A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsáttatása. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából városi ünnepséget tartottak Hévízen. Idén rendhagyó módon a múzeum előtt vette kezdetét a megemlékezés, majd fáklyás felvonulás indult a Városháza térre, ahol a Tiszta Forrás dalkör énekével folytatódott az ünnepség. Magyar zászlót, hazám ifjúsága, új ezer év szép hajnala, álljatok alája. Örökségül hagyták ránk a szabadság hősök, azt a régi magyar zászlót vegyétek át tőlünk. Tudjátok-e miért oly piros, sok vér hullott rája? Tudjátok-e miért oly fehér, erkölcs a varázsa? Tudjátok-e miért olyan zöld, örökzöld a színe? Mert az örök szabadságért ver a magyar szíve. Tudjátok-e miért olyan zöld, örökzöld a színe? Mert az örök szabadságért ver a magyar szíve. Tisztelt honfitársaim, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségünkön. A rendezvény kezdetén énekeljük el közösen a magyar himnuszt. Tisztelettel köszöntöm körünkben Pap Gábor urat, Hévízváros polgármesterét és a képviselőtestület tagjait. Felkérem Pap Gábor polgármester urat, mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező magyarok, szeretettel köszöntöm Önöket
Hévízváros az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett megemlékezésén. Köszönöm, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat, és velünk tartottak a fáklyás felvonuláson is. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy változtatunk a megemlékezéseink eddigi rendjén. Ennek az oka pedig nem más, mint hogy úgy érezzük, talán még soha nem volt rá akkora szükség, hogy nemzeti kultúránkat, identitástudatunkat erősítsük ünnepeink alkalmával is. Történelmi emlékezéseink, ünnepeink alkalmával nem csak emlékezünk, hanem egyben számot vetünk a jelenünk aktualitásaival is. 1848. március 15-én forradalommal indult útjára a magyar szabadságharc, amelynek üzenete, mondani valója ma is irányt tud mutatni nekünk. Európa országainak 2015-ben olyan kihívással kellett szembenéznie, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Csak a tavalyi évben több mint 1,5 millió gazdasági bevándorló érkezett Európába, az előrejelzések szerint idén még többen kívánnak útra kelni. Az Európai Unió egyes vezető politikusai az illegális bevándorlók visszafordítása helyett az országok közötti szétosztást tűzte ki célul. A kötelező betelepítési kvóta tervezetének értelmében Magyarországra is 10 000-es nagyságrendben telepítenének bevándorlókat. Európa és hazánk biztonsága veszélyben van. Veszélyben Európa országai és Európa lakosai. Veszélyben mindennapi életünk nyugalma. Ha felelősen gondolkodunk, akkor tudjuk, hogy veszélyben a jövőnk és az, amit európai kultúrának mondunk. Tisztelt honfitársaim! Ha csak szűken nézzük, mondhatjuk azt is, veszélyben a magyar. Mert ez a mi dolgunk. Ezzel kell nekünk foglalkozni elsősorban. Kossuth Lajos, gróf Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, ők is a magyar szuverenitást, az önrendelkezési jogot, a magyar szabadságot akarták kivívni, ezért tűztek kokárdát a mellükre, és fordultak szembe Béccsel. Ám nekik bizonyos szempontból könnyebb volt, mint nekünk most 2016-ban. Az osztrák császár őszinte, nyílt hatalmi szándéka nem volt kérdés. Nem bújt a jótékonyság hazug álcája mögé, mint ahogy most teszik azt sokan az Unióban. A helyzet akkor tiszta és világos volt. 1848-ban is a magyarság megmutatta Európának, hogy valójában mi képviseljük leghatározottabban azokat az 1000 éves keresztény értékeket, amelyeket európainak mondunk. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez volt a jelmondata a 48-as forradalomnak, ezekkel a szavakkal lett megírva hazánk sorsa örökre. Szabadság. Nem tűrhetjük, hogy veszélyeztetve biztonságunkat, jövőnket, Brüsszel döntsön arról, hogy kik éljenek a mi országunkban. Egyenlőség. Mi ezt a szót nem úgy értelmezzük, mint az Unió magát vezető egyes politikusai mondják, mert nem egyenlőség az, hogy a nagyobb, az erősebb dönt a többi felett. A magyarok egyenlősége nem ilyen, és nem is fogadjuk el, hogy a fejünk felett döntsenek. Testvériség. Nekünk, magyaroknak a testvériség nem azt jelenti, hogy szelfizünk a migránsokkal. Ez egy álságos tolerancia, amely mögé elbújnak Európa egyes politikusai. Mi tudjuk, hogy mi a keresztényi kötelességünk. Segíteni a rászorultakon, saját hazájukban, de nem kell átengedni nekünk a magunkét. Kossuth Lajos 1848-ban a következőképpen foglalta össze felelősségünket, mely mondata ma is érvényes. A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet,
s lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Március 15-e nem csak az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe, hanem a szabad magyar sajtó napja is egyben. 1848-ban, ugyanis március 15-én nyomtatták ki a szabad sajtó első termékét, a 12 pontot és a nemzeti dalt. A 12 pont legelső követelése pedig nem más, mint a szabad sajtó lehetősége és a cenzúra eltörlése. A sajtó szabadsága ma is fontos igénye a demokráciáknak, és nagy felelőssége a társadalmunknak, hogy biztosítani tudja-e az ehhez szükséges jogi és erkölcsi feltételeket. Úgy gondolom, hogy Magyarországnak ezen a területen sincs szégyelnivalója, habár az elmúlt években a minket külföldön lejáratni akarók próbáltak ennek is az ellenkezőjét elhitetni. A média világa színes hazánkban, ugyanakkor szerencsére mentes a durva szélsőségektől. Hogy megértsük ennek értékét, muszáj kitekintenünk egy kicsit a nemzetközi, elsősorban európai médiára. Alig egy éve történt párizsi terrortámadás célpontja a francia karikatúra lap szerkesztősége, amely rávilágított arra, hogy a nyomasztóan formálódó nemzetközi helyzet, a migránsválság és a fokozódó terrorveszély miatt a sajtószabadság mellett új értelmet nyer a mértéktartó, mások érzékenységét is tiszteletben tartó felelős újságírás. A média hatalom formálja a közvéleményt, éppen ezért, akik a szereplői felelősséggel kell, hogy végezzék munkájukat. Az, hogy az igazságot akarjuk tudni, alapvető elvárás, ám az igazság elhallgatása olyan súlyos bűn, melyet az újságírói szakma, etika nem tűrhet némán. A kölni, müncheni szilveszteri események elhallgatása több mint 5 napon át azt mutatja, hogy bizony azok, akik éveken át kritikával illették a magyar sajtót, először magukba kellene, hogy nézzenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Március 15-e üzenete az, hogy felismerjük saját értékeinket, lássuk azt az utat, amit a Jóisten nemzetünknek megrajzolt. Őseink bátran mentek végig rajta, még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy reménytelen, hogy elérjék céljaikat. A történelem bebizonyította nekünk, soha egyetlen szabadságharcunk sem volt reménytelen, és előbb-utóbb elhozta hazánknak azt a fejlődést, amiért a haza nagyjai az életüket adták. Tisztelet hát a 48-os hősöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Pap Gábor polgármester úr ünnepi gondolatai után kérem, fogadják szeretettel a Hévízi Új Színpad Egyesület ünnepi műsorát. Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok. Izzik a lelkem és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ág egy szót suttog. Magyarország. Ne csak dísz legyen a kokárda, légy te is büszke a hazádra. Szívünkben még ma is dobognak a harcos ősök. Lelkünkben még ma is éltek márciusi hősök. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végezeteig megmaradnak. Áldott legyen neve a márciusi ifjúságnak. Kibontotta összegöngyölt zászlaját az ifjúságnak. Minden zava égzengés volt, végig dörgött hazánk felett. Koporsói mély álmából felkeltette a nemzetet. Segíts harang törögni, nyelvedi.
Amikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe, derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ma ibolyáit szívünkbe szórja. Következett a nagy márciusi nap, melynek fátumába, mint egymáshoz láncolt fegyvertárs mentünk Petőfivel. Ahol egyikünk elesik, a másiknak is ott kell elesnie. Petőfi Sándor, nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordtunk,
ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te vagy. Szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban. Ő szült. Ő temet el. Őt éled és fejezed ki mind a nyomorult, nagyszerű, unalmas és lángoló pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is. Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani. Őrült az, aki önmagát tagadja.
Hazád a történelmi méretekben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza a végzet. Személyesen is. Nem számít, szereted-e vagy sem. Egyek vagytok. Adi Endre, a tűz márciusa. Csámpás, konok netán ez a világ, s végbehanyatlik itt annyian űztek, de élethittel én üldözött haló, március kofáira és szentjeire hadd szórjam szitkát és dicsét a tűznek. Hadd halljék végre olyan magyar szava, ki sose félt, de most már nem is félhet. De kihez bús hunni a szikjairól, sírjáig eljut lázítva, bárhova gőgös grófi szó, s piszkos szolgaének. Vesznem azért keltán, mert magyar vagyok, s terhére föld 100 ponciusának. Mégis elküldöm magam boldogabb testvéreimnek síromon, az új, jobb márciusi ifjúságnak. Testvéreim, nincs nem igaz szavatok, s százszor többet merhettek, mint hogy mertek. Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb életre váltott jussa nem volt soha, mint mai, bús, magyar, ifjú embernek. Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs. Csak majmolás, álúrság és gazbírság. S mégis lám, ti vagytok a fiatalok, s mégis sírmélyről látom sikeretek. Holnap talán könnyebb lesz a mártírság. Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet, mert él basák és buták közepette, mert hiába lett acélból itt a szív, szép emberszívként szikrázni, ha akar, a honirosda megfogta, megette. De tűz és tűz, én ifjú testvérém, jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni! Az élet szent okokból élni akar. S ha Magyarországra dob ki valakit, annak százszorta inkább kell akarni. Életet és hitet üzen egy halott, nektek fiatal elhagyott testvérek. Az olvasztó tüzet küldi a hamu, s lángó haját, hogy ne csüggedjetek el. Március van, s határtalan az élet. Mindig aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bár csak értenénk a múlt idő szavát, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd,
mások fájdalmát, már csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, álma bennünk testet ölt. És ha gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rá, hogy miért szebben táj bárminél. Tanítsd meg neki, hogy kedves vendégeink, a Hévízi Új Színpad társulat ünnepi műsorát láthatták. A következő percekben Pap Gábor, Hévízváros polgármestere és a képviselőtestület tagjai megkoszorúzzák az 1848-49-es emlékművet. Közreműködik a Tapolcai Honvéd Kulturális Hagyományőrző Egyesület. Íszőrök! Átra! Adsz! Karabé! Hát! Hopp! Díszőrség! Fogadás középről! Tiszte! Meg! Tisztelt honfitársaim, tisztelt emlékező közönség! Ünnepi műsorunk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot. Köszönöm az Asbót Hagyományőrző Huszárbandérium, a Tapolcai Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Hévízi Új Színpad Társulat közreműködését a megemlékezésünkön. Önöknek köszönöm a szíves figyelmét, további szép estét kívánok mindannyiuknak!